félbevágott marokkói görögdinnye és fúliában termelt magyar sárgadinnye várja a vásárlókat ennél a standnál Nyíregyházán. Most még aranyárban mérik kilóját, de vajon mire számíthatunk júniustól a hazai dinnye szezon kezdetekor? A tavalyi évben rekordveszteséggel zárták az évet a dinnye termelők, több tízezer tonna eladatlan dinnye maradt kint a magyar földeken, sokan egyszerűen betárcsázták a termést. Ez pedig már Kótai János őstermelő, Napkor határában lévő földje, ahol épp egy forgószél tépkedi fel a gondosan lefóliázott, csepegtetőrendszerrel táplált palántákat. Kótai János 26 hektáron foglalkozik dinnyetermeléssel, a tavalyi év számára is veszteséges volt. Nekünk is sajnos mintegy 10-15 vagon görög dinnye, mintegy 1500-2000 mázsa kimaradt a területen és becsásázásra került. Sajnos vissza kellett rakni a talajba, mert nem tudtuk értékesíteni. De nagyra nőtt a dinnye, és a belföldi értékesítési piac teljes mértékben megállt. Az őstermelő számos kollégájához hasonlóan szintén nagy mértékben csökkentette a termelést, mivel korábban 80-100 hektáron is termeltek görögdinnyét. Viszont a tavalyi veszteségek és az idei bekerülési ár növekedése miatt ő is emelni szeretne. Egyes jóslatok szerint idén akár 30-40%-kal is nőhet a dinnye kilónkénti ára. Ezzel százalék, hogy áremelkedésnek kell, hogy legyen, mert sajnos az input anyagköltség, illetve a palántköltség, napszámos költség majdnem minden a duplájára emelkedett. A műtrágyának az értékesítés ára a tavalyihoz képest a háromszorosára emelkedett. Tehát, hogyha az idén is nem tudunk normális értékesítést végezni, akkor sajnos a görög dinnye termelésre fogjuk hagyni. Így is nagy mértékben csökkentettük már a területet. A napszámosok minimum órabére az őstermelő szerint legalább 1500 forint. Ez alatti összeg esetén, ahogy fogalmazott, fel sem kelnek a munkások. A baj csak az, hogy nincs elég mezőgazdasági munkás. Fürr Balázs értékesítési szakember azt mondta, Magyarország összes termőterülete évről évre csökken, illetve egyre több gyümölcstermesztő áll át gabonatermesztésre. Noha a magyar dinnyére komoly érdeklődés van a nemzetközi piacon is. A magyar dinnyének a legnagyobb konkurenciája az exportpiacokon, az olasz dinnye, de ugyanakkor konkurencia a bolgár, a román, a görög, de Magyarországnak a legfőbb exportpiacai a Szlovákia, Csehország, Lengyelország. Magyarországnak minden esélye megvan arról, hogy ezeket az exportpiacokat, ahol egyébként Magyarország korábban vezető beszállító, görögdinnye beszállító volt, ezeket visszanyerje. A szakember szerint ahhoz, hogy egységes, jó minőségű árualappal tudjanak a magyar termelők megjelenni a piacokon, korszerű technológiára van szükség. Mint mondta, ma már nem lehet egyszerűen a természetre bízni a termés alakulását, mivel az nem kiszámítható árut eredményez, és csak a jó minőségű görögdinnyére van vásárlói igény.